Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. A második kérdés, hogyan érzi magát. És a harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mit tervez. Itt a koporsó jelenthet egy örökösödési ügyet, és a gólyák jelentik, hogy ebben a helyzetben lesznek változások. A koporsó jelentheti azt is, hogy ő lezár bizonyos dolgokat a múltból, és lesz nála változás, ez lehet egy költözködés is. Az is lehet, hogy eddig visszahúzódó volt, de most változik a helyzet, hiszen közeledni fog hozzád. A második kérdés, hogyan érzi magát? Ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Itt szerelmi dolgokról van szó, és mivel az egerek el tudnak valamit távolítani, itt van ugyan a szerelem, de fél attól, hogy elveszít téged. Az is lehet, hogy te voltál visszahúzódó, és az egerek eltávolítják a koporsót, változni fog a helyzet, és kimutatja az érzelmeit. És mit fog tenni? A fa jelenti a biztonság érzetét, ahol ő úgy érzi, igen, ebben a párkapcsolatban ő le tud gyökerezni. Itt van az életerő, a belső erő is, ő hisz ebben, hogy itt lesz egy tartós párkapcsolat. Amit a fa még jelenthet, az a gyógyító erő, hogy meg lesz újra az életerő, vagy az, ami eddig betegítette őt, itt javulni fog a helyzet, változnak a dolgok. Mi fűz össze benneteket? Itt ez a torony jelenthet egy hivatalos dolgot, amit rendeznie kell, jelenti a korlátozásokat is. Ez olyan, mint egy labirintus, ti kerestek egy kiutat, kerestek egy megoldást, akkor is, ha visszahúzódó, akkor is, ha vannak korlátozások, az egerek segítenek mindezt eltávolítani. Időkérdése, ez eltarthat szeptemberig, de lesznek változások, és ez a szerelem adja számotokra az erőt. Ez a torony lehet egy bírósági ügy is. Amennyiben ő házas, akkor ez a torony jelenti a válást, mert lezárja ezt a kapcsolatot. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dende Rám!